sőt a műemlékvédelemnek, az örökségvédelemnek olyan kiváló kiválóságát, azt hiszem így jó, ha mondom, akinek az egész örökségvédelem ilyen újkori kezdetét köszönhetjük Rádai Mihályra, és szintén tudjuk üdvözölni itt a közönség köreiben, mert hogyha ő nem kezdi bolygatni a Pallas-Athénét, nem tartunk ma itt. Az Egyesület és az örökségvédelmet vállalta föl többek között tevékenységek körében, ezzel is foglalkozunk. Mi más nem tehetünk, mint csak felhívjuk a figyelmet. Szándékunk az, hogy megismertessük, mert bízunk abban, hogy ha megismeri, akkor megszereti. Ha megszereti, akkor óvja is védi. És akkor a graffiti a mai modern képzőművészetnek egy helyén való ága oda kerül, ahova való, és nem a műemléki, vagy akár nem műemléki jellegű szép épületeinkre. Egy kis szervezésen kell kezdenem, bocsánatot kérek. Az Egyesület lakáson működik. Nagyon-nagyon lehetetlen körülmények között kormány takarékossága vagy megtakarítását programja azt jelenti, hogy a non-profit szervezetektől elvonták a működési költségeket, illetve a pályázat által, kiírt pályázatok által megnyert pénzeket nem fizetik ki. Ezért nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mindenkitől szíves elnézést kérek, akit a mobil számon napközben, amikor emelt tarifa van, nem tudta az Egyesület visszahívni. Erre sajnos se fizikai, se anyagi energiát nincsen. A másik, a holnapi kastélykonferenciában, vagy a kastélykonferencia után tudom kiadni a részvételi kártyákat a holnapi túrára, és aki számlát kér, természetesen a számlát is akkor tudom kiállítani. Még ehhez a szervezéshez annyit, hogy ugye pályázati pénzekből működünk. Ezen konferencia is csak úgy lehetséges, hogyha pályázatok útján próbálunk meg támogatást szerezni. A pályázatot februárba kell beadni. Akkor nekem a teljes programot le kell írnom, és be kell nyújtanom, amiben még lehetnek elírások, lehetnek félreértések, illetve tudjuk, hogy egyik napra a másikra megváltozik itt egyszerűen az életünk, tehát más előadó kerül a program előadói körében. ICOMOS közgyűlés van, mert területi felügyelői ülés van, az ICOMOS közgyűlés Kínában van, úgyhogy itt annyit módosult a már módosult programunk, hogy sajnos Varga Kálmán, akinek az előadására rettenetesen kíváncsiak vagyunk, mert harmadszorra, a harmadik programunk, amivel ezt a csodálatos címen szereplő előadást én megjelentettem, hogy ami a kövekben megmondik elődeink élete, akár lehetne az Egyesület szlogenje is, nem tudja megtartani, és ügyeletes helyettesét Fejérdi Tamás szokta elküldeni, ha ő nem tud megjelenni, de ő most az ICOMOS közgyűlésén Kínában van. Tehát sajnos az első előadás elmarad, ezért szíves elnézést kérek. És a Parád-Sassvári kastély tulajdonosa, a Sassvár Hotel Parád tulajdonosa Balázs úr is visszamondta az előadását, és a túra részvevőinek mondom, hogy sajnos belőle nem mehetünk be, mert két napra valamilyen milliómosunk kivérelte a kastélyt, és így meghiúsul a belső látogatás, az udvarba beengednek, és talán a volt kápolnai részbe az előtérbe. Tehát ennyi a változtatás, és egyébként a program szerint, akkor nagy tisztelettel felkérem Gergely Zsoltónak, hogy a megnyitó előadást legyen kedves megtartani. Kastély példát hoztam magammal, mint a közelmúltban volt alkalmam valamilyen módon közelebbről megismerni. Ezek közül a példák közül lesz előremutató példa, lesz szomorú példa, lesz negatív példa, pozitív példa. Egy, amiben megegyeztek, hogy mindegyik magyar példa, és mindegyik sors valahogy hasonlít a saját sorsunkra is. Az első kastély, amit beszélek a hely mellett, a Soropolányi kastély. Érdekes végigfutni az elmúlt 100 év történetét, mert annyira jellemző és tipikus történetről van szó. 1891-ben kerül a szapáriak tulajdonába. A szapári grófok, azok főként Fiume Horvátország vidékén rendelkeztek nagyobb birtokkal, és az idős szapári fiának, Lászlónak vette meg, aki épp akkor hagyta ott a londoni nagykövetséget, és költözött haza. A
szapáriak élén társadalmi életet éltek, a főrendi háznak voltak tagjai, tehát kiváló hely volt a kastély ahhoz, hogy ennek a társadalmi életnek hátterül szolgálja. Külön érdekessége, hogy még az ő idejükben egy örökösödés folytán a velencei morozinek kb. 30%-a került ide. Ez azért érdekes, mert ennek néhány darabja ma is látható. Ugye ahogy lenni szokott, a szapáriak tükkölterheztek, az akkori társadalmi élet is elég sok pénzt emésztett föl, és 912-ben sajnos el kellett neki adni, egy Göt nevű család vette meg, 1916-ig bírta a fenntartását, és 16-ban egy osztrák bárói rangban levő família vette meg, a Hall család, és ezek kitartottak egészen 44-ig, amíg ugye az oroszok nem jöttek be. Ők Menning Artúr, vagy nem ők, tehát a Hab család a 30-as években elég erősen átalakította a kastélyt, akkor kapta a manzártosított tetejét, akkor vették le a szapári címert, tehát történt egy-két átalakítás a kastélyon, de a kastély természetesen jó állapotban érte meg az 1944-es évet. Az oroszok elől az egész család elmenekült, elvittek mindent, amit el lehetett vinni, és üresen várta ugye a szovjet csapatokat. Ahogy lenni szokott, a parancsnoki kórházat itt rendezték be, mert hát jó állapotban volt, és az 50-es években pártirodaként működött, ott voltak a népi kollégisták, ahogy lenni szokott, és nagyon érdekes, 50-től itt kapott helyet a községnek, illetve a falunak az iskolája és óvodája. És ezzel a funkcióval tökéletesen átfészelte a 40 évet, egészen 2002-ig működött benne iskola, amikor is jött kintről egy magyar származási úriember, aki az önkormányzattól megvette ezt a kastélyt. És itt van tulajdonképpen a szomorú példa, itt kezdődik, hogy átfészelte ezt a zűrzavaros, bérzivatalos évszázadot, és a 21. század elején, 2002-ben a sorsa úgy alakult, hogy a tulajdonos elég jelentős pénzösszeggel rendelkezett, és hát családi rezidenciaként szerette volna ezt felújítani. Elkezdődtek a felújítások 2002-ben, és ezt az úriembert meglepték a kóklerek, meglepték az árkivitelezők, a szélhámosok, és igazából egy olyan kálvária kezdődött el, csak néhány példát mondok, hogyha esetleg a többi képet nézzük, bocsánat, nem ez, akkor valahogy nincs sorban. Lényeg az, hogy úgy kezdték a kivitelezést, hogy lekapták a tetejét. Egy évig ázott, ez jó, igen. Egy évig ázott az épület, a földszinti stukkók, meg egyéb értékek természetesen elég sok kárt szenvedtek. Végre tudott kivitelezőt váltani, de igazából nem tudott olyan szakmai szervezethez jutni, aki a mai napig ezt az épületet normálisan megcsinálta volna. Csak egy jelentő példa, egy hete olvastam egy szakértő véleményt a beépített nyílászáról, az összes nyílászáról, amit újonnan csináltak, az egyszer minősítetetlen. Ez az úriember több száz milliót kifizetett, és egyszerűen annak az áldozata, hogy egy olyan közegből jött ide hozzánk, ahol az adott szónak értéke van, ahol a kivitelező és a megrendelő között normális a viszony, és nem arra épül a két jó viszony, hogy az egyik ott csapja be a másikat. Most ez az úriember védtelen, de hát nyilván szeretné befejezni ezt a kastélyt. Igazából ez arra egy nagyon jó példa, hogy Magyarországon, ha van pénz, van jó szándék, tehát igazából minden adottság megvan ahhoz, hogy egy kastélyt végre rendbe tegyünk és révbe jusson,
még akkor is tudunk hibázni, mert nincs igazán kialakulva a szakmának az a fajta szűrője, az a fajta filtere, amit ugye tavaly meg tavaly előtt elég részletesen elmondtam, hogy igazából szükséges lenne nem csak a kivitelezők védelmére, hanem a megrendelők védelmére is. Hát itt mondjuk egy olyan példa látszik, hogy a meglévő vakolatra rákenték, ez a meglévő vakolat, és néhány milliméterre rákenték ilyen csempragasztószerű akármit, és utána az festik le. Tehát magyarul bekerik sárral, eltakarják, és akkor egy-két év múlva majd jön a tulajdonos, és megint egy csomó pénzt kell ráfizetni neki. Úgyhogy igazából ez a példa arra lenne jó, hogy elgondolkozzon a hatóság, elgondolkozzon az építésű, meg mindenki, akinek a feladata lenne, hogy normális környezetet biztosítson a normális megrendelők számára. A másik példa, amit hoztam, az már egy kicsit jobb és üdítőbb, ez a Hédervári kastély. Nem tudom, talán elég ismert, Győrtől pár kilométerre van, 40-50 kilométerre. És annak idején, ugye akkor még az Országos Műemléki Felelősség kezdte a felújítását a 80-as években, és egy közalapítvány kapta meg, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány kezelésébe vagy tulajdonába, ezt nem tudom pontosan ment át. Lényeg az, hogy ő kiadta bérbe, de végül olyan úgy működtették a pince helyiségeit, éttermeket, egyéb szórakoztató helyiségeket, hogy végül egy kényszer felmondást kapta, tehát magyarul kitették az étterem bérlőjét, és akkor jelentkezett egy család, aki felesége révén érzelmileg kötődött Hédervárhoz. És ez a család 2002-ben merül lelkesedésből kivette tartós bérletre, és azt mondta, hogy hát megpróbálja kicsit felpofozni, felújítani. Tehát azt gondolta, hogy ha néhány fürdőszobát rendbe tesz, akkor ezzel a felújításnak vége van. És akkor kiderült, hogy a fürdőszoba egy fafüdén fölött van, és ahogy elkezdte felújítani, egyik lépésre a másikba süllyed bele a problémákba, és a végén ott tartott, hogy az egész kastély fel kellett neki újítani. Őt is meglepték természetesen a tervezők, a kóklerek, meg a helyi, meg az országos hatáskörű kivitelezők, és szerencsétlen ember, az a kép nagyon megmaradt bennem, amikor 2003-ban találkoztam vele egy téli nap a Hédervári kastély pincéjében, kezében volt egy nagy karikára felfűzött kulcsomó. Járta az épületet, és akkor leszól a létha tetejéről az egyik villanyszerelő, és azt mondja, hogy főnök, hozom már egy villanykörtét, mert nem látok. Szóval körülbelül ilyen körülmények között végigvittem. Itt a hatóság többet segített neki, és ő már eljutott odáig, hogy az egyik vállalkozásából átpumpálta a pénzt a kastély felújítására, és ez a felújítás valamennyire lépve ért. Egy négy csillagos szállodát működtet, nagyon hangulatos maga a hely, nem tudom, aki járt, annak nyilván beugrik. Nagyon szép, több korból megmaradt periódusai vannak, ez éppen a kápolnának a karzata. Lényeg az, hogy megpróbálta olyan hasznosítási célt kitűzni, olyan hasznosítási célt kitűzni, ami ott a nyugati határ szélén üzletileg valamiképpen megállja a helyét. Nagyon ötletesen esküvőket rendezik a kápolnában, nagyon ötletesen ifjú házasokat fogad, kedvezményeket ad, az éttermet mintaszerűen berendezte. Tehát megpróbálja adott a marketing eszközöket használni, ami most már azért eléggé adott. Befogadó képessége nem nagy. 9 hektár tartozik hozzá, nagyon szép maga a park része is, de igazából a két évi kemény küzdelem valamennyire azért kárpótolja, mert most már, ha megnézik a honlapját, azért elég.
egészségesen beindulhatott az üzlet. Ez egy olyan példa, hogy van, aki szívügyének tekint valamit, van neki egy foglalkozás, és a foglalkozásból képződött nyereséget átpumpálja a szívügyének. Úgyhogy hát ő se így gondolt, hogy ennyit kell elkölteni, tehát ez se valószínű gazdaságilag még sokáig nem lesz egy nagyon jó üzlet, de legalább annyi kárpótlásuk megvan, hogy amit csináltok, az most már helyén van, és jó ideig a Hidervalli kastély sorsa az rendeződik. Következő példa, ez mindenki által ismert, legalábbis a közeli hetekben, hónapokban elég sokat beszéltek róla, a Tulai Schossberger kastély. Hát meg kell mondani, ez is rossz példaként indult. Ugye a történetéről annyit röviden, hogy 1883-ban idő tervei szerint kezdték el az építkezését. Schossberger a Magyar Kereskedelmi Bank megalapítója volt, és mint ilyen a tekintélynek megfelelő helyet keresett magának. Csodálatos ős park közepén felépítette idő tervei szerint ezt a kastélyt. Ez is a magyar sorsát bejárta, ugye a család itt hagyta 44-ben, és itt megint, mint az első példa is mutatta, átvette a Tulai önkormányzat, polgármesteri, illetve hát akkor még most már város, akkor még igen, tanács, és iskolát rendezett be, és 1974-ig működő iskola példásan fenntartotta, állóba az tulajdonképpen nem romlott tovább, mindig volt valaki, aki a természetes pala mellé oda tűzte a szürke jelkes műfölű palát, de nem ázott, volt gondok, a rendbe tartották egészen addig, amíg aztán egy furcsa tulajdonos cserével nem került egy indiai származású, egy indiai úr birtokába. A közelmúltban a kastély sorsa egy hatalmas jobbrátot mutat, ami azt jelenti, hogy talán most már van esély arra, hogy a kastély sorsa jobbra fordul. Augusztus 20-ától megnyitották a közönség számára is, tehát egyfajta nyitottsága most már megvan, eddig nem lehetett látogatni sem, és úgy tűnik, hogy a többségi tulajdon az magyar kezekbe kerül, és talán elindul reményeink szerint a felújítása. Ugye itt is az a legnagyobb probléma, hogy miből lehet fenntartani ezt a kastélyt. Általában azt szokták kitalálni, és ez főleg Magyarországon van így, hogy hát a kastélyhoz, hogyha elég nagy a park, akkor hozzá tudok ragasztani egy szállodát, ha olyan színvonalon működtetem, és közösségi teretként használom magát a kastélyt, akkor talán így ez az együttélés egy fenntartható, gazdaságilag fenntartható rendszert hoz létre. Érdekes módon az angolok nem így gondolkodnak, pedig nekik több ezer hektáros parkjuk van a kastélyoknál. Az angol példa, most így eszembe jut, az olyan, hogy a faluba, a városba veszik meg a szállodát, és az van a kastély tulajdonában, és a kastély az meg kastély marad. Tehát valószínű, hogy nekünk itt Kelet-Európában egy másfajta fejlődési trendet kell végigvinnünk. Úgy tűnik, hogy legalábbis a kastély magyar tulajdonosai, ahogy elmondták, létre lehet hozni egy olyan gazdasági konstrukciót, egy olyan anyagot, amire talán a bankot is, aki hitelez, és hogyha összeáll ez a konstrukció, akkor reményeink szerint talán jövőre el lehet kezdeni. Hát a kastély belseje hihetetlen rossz állapotban van, ugyanis amikor kiköltözött az iskola, akkor a magyar lapkiadó birtokába került, onnan teljesen jogtalanul eladta ennek az indiainak, az indiai meg évekig nem csinált rajta semmit.
két éve az állófüldémet, ami fa volt és már teljesen elrohadt, azt kicserélték vasbetonra, ez némileg statikailag javította a helyzetem, de a 24. órában vagyunk, hogy meg lehessen menteni. Hát itt az utcán. Nagyon érdekes ugye, és hát nem véletlen, Ildi Miklós a tervezés nagyon sok rokonságot adott a házzal. Ugyanazok a festések vannak. Család címere. Hát egyszer talán a köd felszáll, és tiszta képet látunk tudán is. A következő példa a 60-i kastély. Mindenki tudta, hogy mikor fogunk csatlakozni az Unióhoz, mindenki tudta, hogy ez mivel jár, de mégis felkészületlenül talált minket ez a nagy csatlakozás. Felkészületlenül sejtettük ugye, hogy kapunk pénzt, sejtettük, hogy lehet pályázni, de az ilyen hirtelen jött, ezt nem is sejtettük. Egyszer csak itt volt, és akkor egyszer csak lehetett pályázni, egyszer csak határidők voltak, és egyszer csak kiderült, hogy nincs semmiféle kész anyagunk ahhoz, hogy ezeket a pénzeket normálisan el tudjuk költeni. A 60-i kastély évtizedek óta üresen áll természetesen, nem igazán tudnak vele mit csinálni, a KB kezelésében van, és a város közepén. A KB tisztelet érte évek óta nem csak itt, máshol is megpróbál apró lépéseket tenni a megmentés érdekében, és a rendelkezésre álló pénzeit talán a leghatékonyabban felhasználni, de ezek a lépések sajnos mindig kevésnek bizonyulnak. Itt 4 évvel ezelőtt a főhomlokzat elkészült, a mostani pályázatok sikeres volt, amit a KB közösen adott be a várossal, és az egész városnak rehabilitációjára kaptak egy összeget, ami természetesen arra nem volt elég, hogy mindent megcsináljanak belőle, de talán a látvány szidózására megfelel. Most készül el a 60-i kastélynak a belső park részlete, tehát jellemző módon ennek is akkor lenne értelme, hogy ha már most tudnánk azt, hogy mi lesz a következő lépés, ha most tudnánk már, hogy ugye mindahogy tudjuk, hogy 2007-től megint lehet pályázni, megint jönnek pénzek, és már most lenne legalább annyi pénz a KB-nél vagy a többi kezelőnél, legalább a tervezést el tudja indítani, hogy ne kapkodás legyen, és a tervdokumentáció ne úgy nézzen ki, hogy körülbelül 2 kiló papír. Ezt azért mondom így drasztikusan, mert döbbenetes, hogy milyen színvonalú tervek alapján kell dolgozni. Abszolút nincs átgondolva, abszolút nincs a megnyert pénz és a pályázók igénye összehangolva, teljes az űrzavar és a káosz. És nyilván, hogy aki ebbe belekerül kivitelezőként, az előbb-utóbb megiszi ennek a levét, mert egyedül neki van garanciája, egyedül neki van pénze a rendszerben. Csak egy példa, hogy érezzék az elégkészítetlenséget, hogy a diszkivilágítását megtervezték, meg is csináltatják, de arra már nem gondoltak, hogy ezt a diszkivilágítást ki fogja üzemeltetni, ki fogja kifizetni. Most parkosítják ugye a hátsó részét is, a szökőkút is működni fog, de hogy ki fogja a parkot fenntartani, ki fogja olyan állapotra hozni minden nap, hogy az méltó legyen a kastélyhoz, ezen már nem tudtak gondolkodni, ehhez már kevés volt az idő. Úgyhogy igazából ez is pozitív példának indul, és lehetne pozitív, hogyha úgy mondottunk valamit, hanem egy közbenső lépést tettünk, és tudjuk, hogy mi lesz a következő, a második, harmadik, negyedik lépésünk. Hát drukkolunk, hogy így gondolkozzanak azok, akiknek a kezében van a döntés. Az utolsó példám a 60-i kastély, vagy bocsánat, a Bajnai kastély. Ugye Bicske mellett nagyon jó helyen, egy őspark közepén, tehát minden olyan adottsággal rendelkező kastély, ami végül is akár ki is kerülhetne, vagy le is kerülhetne arról a listáról, ami most van. Ezt azért hoztam példaként, mert itt is a KB-nek a gondos
gazda szerepét szeretném kihangsúlyozni. Évek óta kislépésenként elérték, hogy a kastély nem pusztul tovább. Lecseréltették a tetőt, a tetőszerkezet az fel van újítva, megvannak a homlokzatok. Belül természetesen nincs rend, mert arra nem jutott pénz, de talán meg lehetett állítani azt a pusztulási folyamatot, fel lehetett tartóztatni azt a folyamatot néhány évre, nem többen néhány évre, ami talán elég ahhoz, hogy értelmes tulajdonos kezébe kerül. Sajnos a mostani törvénymódosításnál nem tette lehetővé a parlament, hogy felülvizsgálják a törvény mellékletében szereplő kastélyok listáját. Ugye ez elég rövidlátó politikai érdekből senki nem vállalt föl konfliktust, tehát igazából a döntéshozók még mindig nem értek el oda, hogy a kastélyok sorsát meg akarják oldani, hanem nyilván más érdekből másképpen döntenek, és itt nem a kastély a főszereplő. Itt például nagyon el lehetne képzelni, és a szakma is el tudná képzelni, hogy megfelelő törvényi garanciák mellett ezt el lehet adni, és olyan kezekbe lehet tenni, hogy bizonyos része látogatható, van garancia, hogy mire használják, hogyan, és nem áll üresen, és gyakorlatilag nem lenne az érzete az embernek, hogy a ráköltött milliók azok sose fognak megtérülni. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy néhány év múlva ugyanezek a kastélyok már a kastélyokról, mint jobb sorsú kastélyokról számolhatok be. Köszönöm a türelmet. Köszönjük szépen. Talán látható és érzékelhető az a koncepcionális elképzelésünk mindig, hogy a nagyból indulunk kicsibe. Bocsánat, hogy ilyet szóba hozok, biztos, hogy rengetegen tudják önök közül is, hogy Japán és Magyarország a két ország, ahol mindig a nagyból mennek a kicsi felé, akár a címzést nézzük. Tehát elől a családnév, aztán a keresztnév, elől az ország, a város, a utca és a házszám. És nekünk is egy ilyen az egészen sajátságos dolgot követve van mindig ilyen elképzelésünk, hogy a nagyból indulunk le és tárgyaljuk a végén az épületeket. De aztán a műsor közben jönnek bejelentések, tájékoztatások, és egy ilyen revelációval hatott dr. Virág Zsolt, amikor jelezte, hogy alig ismert, és mondhatom, hogy ívő kutatóknak is revelációval hatott, amikor Zsolt az alkotótábor részvevőinek, diákoknak elmesélte. Úgyhogy tisztelettel felkérem, akkor legyen kedves a kérdésre, mert a illetve jó évben azért hozott újonnan felmerült eredményeket is azért ismertetném, hanem a régiónak, tehát Heves megyének, Borsodobó-Zemplén megyének, illetve Pest megyét is, hogyha ide soroljuk a Jeresebi Bül által tervezett kastélyépületeit venném sorra. A sorrendet azt majd egyébként a megbízások, illetve a tervek elkészítésének a sorrendje fogja majd meghatározni. Az első épület az a Fóti Károlyi kastély lesz, amelyet indulnak tulajdonképpen még egy, igen, ez az, tehát egyen viszem. Ami indulnak az egyik fiatalkori műve, 1845 és 49 között készült el az épület, és hát ugye a Károlyi családok ekkori uradalmi építészeként dolgozott, egyrészt Nagy Károlyban, ahol 1847-ben a régi Károlyi várkastélyt átalakította, a Kaptonyi családi sírboltot, amit egy monostor helyén épített, az egyébként 5 kilométerre van körülbelül Nagy Károlytól, szintén ekkor készítette el 1842 és 47 között, valamint Fóton elindult a templomnak az építése, ez 1845 és 55 között tartott. Maga az épületnek a korábbi története az a Galántai Gróf Fekete családhoz köthető. Ugye Mária Teréziának az egyik legfőbb tanácsadója volt Gróf Fekete György, aki országbírói címet is elnyert. Utána a fia Gróf Fekete János örökölte az épületet, amely ennek a mostani kastélynek a magja volt.
Ugye ő volt az, aki az anekdota szerint versengedett is, és hát elküldte a versét Voltaire-nek személyesen egy hordó tokai bor kísérletében, és hát ugye a viszontválaszban Voltaire végül csak a bort is érte meg a versekre, inkább jobbnak tartotta nem kitérni. 1803-ban a Brovcsekoni családnak a tulajdonába került a kastély, majd 1808-ban megvásárolta a Gróf Károlyi József özvegye. Amikor 1827-ben megtörtént a három Károlyi járvának a birtok felosztása, akkor Gróf Károlyi István kapta meg ezt az épületet, és hát ő kezdte el később. 1811-ben, majd 23 és 27 között, végül 1832-ben átépíteni egy valóban főnemesi kastélyát. A rezidenciát 1832-ben látták el ugye az oldalszárnyak, illetve ekkor készült a Koch-Herrick tervei alapján a portikus. Koch-Herrick egyébként az Ybl Miklós előtt a Károlyi grófoknak a családi építésze volt, Fehérvárcsúron is működött, illetve szintén a régióban lévő Parádi kastélyon is dolgozott, ezt később még majd látni fogjuk. És hát ugye 1845 és 49 között pedig ugye Ybl Miklós alkotta meg. A későbbi tulajdonosok közül ugye Károlyi István nevét érdemes még kiemelni, aki Pest vármegye főispánja volt a szabadságharc idején, majd 1860-ban, illetve ugye jogfolytonosságot biztosítandó 1867 után is ezt a posztot töltötte be, egészen 1870-es évek közepéig. A következő épület, ez egy kevéssé ismert kastély, amelyet lebontottak, illetve részben lebontottak, mert ugye a két jogszélén látható torony az még áll. Ezt Gróf Keglevics Béla emeltette 1850 után. Katonai térképek alapján egyébként feltételezhető, hogy a kastély helyén egy korábbi kúria állt, és ez a nagyrészt romantikus jellegű átalakítás, ez ugye 1850 után következett be. 1869-ben Gróf Szirvai Otto vásárolta meg Keglevics Bélától az épületet, akitől lánya örökölte, majd ugye a másik világháborúig a Tereki család tulajdonában volt, Tereki Mihály név. Volt a tulajdonos, aki Szirmai Paula volt, ugye lánykori nevű. Hát a másik világháborúban elég komoly sérüléseket szenvedett az épület, és hát ennek is köszönhető az, hogy nagy részt lebontották 1964-ben. Egyedül a torony maradt meg, amit a község viszonyában alakítottak át, a kupolára behelyeztek egy víztartályt, és akkor ettől kezdve egészen a gyakorlatilag 1990-es évekig ez a torony szolgált a falunak a víztornyaként. Illetve egy falkutatás minden eldönteni, mert a kastélyparkban felépítették a község általános iskoláját is, ugye az elpusztult kastély helyén, és elvileg az egyik hátrányi oszlány, ami a konyhaszárny volt, az megtalálható az általános iskolába beépítve, tehát ezt például egy falkutatást tudná tisztázni. Ez már egy ismertebb kastély. Itt 1857-59 között működött Ybl Miklós füzéradványról van szó. 1702-ben Károly Sándor báró, ugye a grófinagot még csak 1712-ben kapta, akkor még bárói címe volt a szatmári főispánnak, ugye ő vásárolta meg a birtokot. Hát egy eléggé rossz állapotban lévő kastély volt itt akkor, négyszög alaprajzonak írták le a korabeli felmérések, háromnegyed részéről hiányzott a tető. Aztán persze is pusztult a négyszög alaprajz, a 18. századnak a végén már csak egy alaprajzú rész maradt meg. És hát amikor a Zemplényi Hegységnek tervező természetadottságait kihasználandó, a Károlyi Gróf kitalakították ki a radványi birtoknak a központját, akkor Gróf Károly Edem kezdte el kiépíteni kastélyát. 1857 és 59 között, mint már mondtam. Hát a korábbi részeket Ybl ugye beépítette az új kastélyba, és leginkább ugye a torony, ami jellegzetes, ami az ugyanihez köthető, ezen kívül a kápolna, a téli kert, illetve a konyha szárny, ami Ybl tervezői jellegzetességeit viseli magán. A kapcsolat közben megromlott egyébként Ybl Miklós és Károly Ede között, és hát ugye a rossz nyelvek szerint a torony sem szerette volna Ybl oda tervezni, ahol most el, és a megrendelőnek volt a kérése. És hát tulajdonképpen ennek is köszönhető, hogy 1859-ben Ybl végül is a többé-kevésbé elkészült kastélyt, ami beköltözött állapotban volt, de azért messze nem volt még a kész a belső rendezése, végül is elhagyta, és hát máshol vállalt munkát. A kastély egyébként jelenleg a Bélmegek Állami Gondolkságának a kezelésében áll, a felújítása az részben megtörtént, illetve a bizonyos szárnyak azok még hát sajnos nem lettek fel úgy, hogy a pénzhiány miatt, tehát itt is félszakaszosan haladnak előre, szép talasan, ahogy az anyagi források lehetővé teszik. Ugyanakkor nagyon örömteli, hogy abban a részben, amely már felújításra került, egy kiállítás lett berendezve, ami tulajdonképpen láthatóvá teszi a kastélyt.
Igen, hát ez az épület Szilvásvárban, ugye a tápjósági kastély építetőjének, Gróf Kenglevics Bélának készült szintén. Itt a Kenglevics család már 1750 óta az uradalom tulajdonosa volt, és a 18. század második felében is egy kisebb kastélyt emeltettek. Ennek a kibővítésével jött létre 1860 körül a kastély. Ugyanakkor később a 19. században is átépítették, tehát a mostani formájában már esetek tömegével emlékeztet az Gyűl Miklós által tervezett épületre. Sajnos ugye a fővárosi levéltárnak az Zibő gyűjteményében, ahol a Zibő hagyatékot őrzik, ennek az épületnek a terve nem maradt meg. Tehát nem tudjuk, és arrévkép sem maradt fenn, metszet sem, legalábbis eddig tudomásunk szerint. Tehát nem tudjuk, hogy hogyan nézett ki az az épület, amelyet Zibő Miklós megtervezett. A Kenglevics család után egyébként a Gróf Kenglevics család tulajdonába került a kastély, majd egy csehországi eredetű bécsi gyáros vásárolta meg, Veszeli Ernő, aki ő alapította például 1980-ban a Bélapátfalvai cementgyárat is, illetve a bányaművel és terén szerzett jelentős érdemeket, majd az 1920-as évek végén tőle vásárolta meg Őrgróf Palavicsinyi Alfonz, akinek ugye az Alföldön volt a jelentősebb birtoka és sövényháza, majd Jókuszta, Szer Sándor falva, stb. Ehhez kapcsolódik az anekdota, amikor ugye hát az alföldi munkások, akik korábban nem hagyták le az uradalom határát, hosszú fuvart kellett teljesíteniük, tehát fáért kellett menniük Szilvásváradra, a bükkben lévő palavicsini birtokra. És hát körülbelül gyöngyösen, amikor meglátták a hegyeket, holott már olyan 35-40 évesek voltak, de még hegyet soha életükben nem látta, hogy gyakorlatilag ő egy olyan két órán keresztül nem is akartak tovább menni, mert annyira megtetszett nekik ez a látvány. Ez nagyjából azért elvilágít arra, hogy a korábbi Magyarországon a földműves réteg, hát mozgási lehetőség azért meglehetősen beszűkült volt. Ez a korábbi Károlyi kastély, itt az Orci bároktól vásárolták meg a birtokot. Az Orci bárok már a 18. század második felében, itt talán a képen annyira nem látható, de ez egy elég kiemelkedő ponton áll ez a rezidencia. Tehát az Orci bárok már építettek itt egy kisebb kúriát, ezt 1862 és 72 között, majd 1883 és 85 között bővítette Ybl Miklós a Károlyi családnak a kérésére. A képerőterében látható ugye a kastély, és Parád fürdő, mert ugye ez Parád községnek, a Parád fürdői részén található ez az épületegyüttes. És a fürdő kiépítésénél szintén Ybl Miklós játszott jelentős szerepet, ott a háttérben látható az Ybl szálloda, az Erzsébet szálloda, ezen kívül a Cifra istálló, hát ugye, hogy a kép folytatódna, akkor balra lenne. Tehát nyugati irányban szintén az ő nevéhez fűződik, illetve még egy Csebice forrásnak a kútházát tervezte meg, és a fürdőházat szintén Ybl Miklós, ugye az 1868 és 83 közötti időszakra terjedt ez a munkásság, ami ugye a fürdőépületek kiépítését illeti. 1945 után egyébként ugye Szót gyermek üdülő majd szociális intézmény került a kastélyban elhelyezésre. Igen, itt az egyik Jászlókon szóló megyei épület látható, ez a tiszabői kastély, amelyet Almási Pál építetett. Itt ugye a tervlapokon elég ellentmondásos, mert ugye szerencsére megmaradtak a tervlapok, az Almási család kétféleképpen szerepel, ugye Ybl eredeti kézírásával, ez egyiken grófi címmel, a másikon viszont csak Herr Andrási, Almási Pál neve van feltüntetve. Még családfutatás alapján sikerült az építető személyét kideríteni, ugyanis az Almási család három ága viselt ekkoriban grófi címet, öt ága viszont középnemesi címet, és hát hogy a grófi ágban nem volt ebben az időszakban pár. A köznemesi ágok közül is csak egynek volt ekkoriban pár nevű tagja, aki kiderült, hogy egy elég jelentős személyiség volt, hogy ő Heves külső szolgálat egy alismányi posztját töltötte be, majd országgyűlési képviselő 1848-ban, és 1849-ben pedig ő volt a képviselőháznak az elnöke is. Egyébként ez az épület is csak egy átépítés. Ugye az eredeti tervek, hogyha egyet tovább megyünk, akkor még egyet tovább megyünk, akkor látni is fogjuk, hogy hogyan jelölte a korábbi klasszicista kúriának az átépítését. Hát igen, még egyet tovább ment ez a külső metszet. Igen, meg nem erősített helytörténeti adatok szerint egyébként 1827-ben épült a klasszicista kúria, és 1865 körül alakították ezt át ebben a romantikus jellegű, illetve már korai historizáló stílusban. Na most érdekes összevetni az egyel korábban látható metszetet. Hát úgy látom, hogy talán nem sok minden látszik most így ebből, de az alívképek, amiket most sikerült különböző
képes a gyűjtőktől hát beszerezni. Összehasonlítva a terveket, végül is egy jelentős egyszerűsödés létrejött a megvalósult épületnél. Ugye Ibn Ervin a híresebb monográfiája van, még utalt az eredeti terveken látható, az ő szavait idézve kis jelenlegi szögös romantikus medaljonokra, amelyek ugye a szemvedő párkány fölött kaptak volna helyet, na most ez ugye nem valósult meg a kivitelezés során. Ugyanakkor az öntetvas középrész, az argézás, fokozatos párkány, stb. Ezek mind megvalósultak. Az épületet egyébként később a bár Orosi család vásárolta meg, majd a Gróf Pálffy családtól sajátították ki, illetve sajátították volna ki, 45-ben lenne véget volna ugye a második világháborúban, jelenleg csak az egyik konyha épülete áll a kastélynak. A következő épület ezt tulajdonképpen semmilyen módon nem kötődik Ibnhöz, ugyanis pont most egyre vissza az jó volt. Ugyanis kiderült, hogy fegyverneken, szintén Jászlónk Szolnok megyében, Gróf Szapár Iván számára tervezett kastély, szintén 1860 körüli emlékről van szó, az valójában nem egyezik ezzel a most is álló kastéllyal. Az épületről gyakorlatilag semmit nem tudunk, pont emlékfelületen sem tervek nem maradtak fenn, sem pedig ugye metszet vagy archívképes lap nem mutatja, hogy az épület hogy nézett ki. Annyit tudunk, hogy a második és a harmadik katonai felmérés közötti alaprajza nem változott. Egy összetett alaprajz volt, gyakorlatilag egy 4-eshez volt hasonlítható. Ez az épület pedig összevetve a katonai felmérésen ábrázolt kastély alaprajzot és a mostani kastély alaprajzát, hát gyakorlatilag egy olyan 500 méter távolságra áll egymástól. Azt nem tudjuk, hogy mikor bontották le a kastélyt, mármint ugye az Ibnhöz. Ugye, ami 1883-ban a katonai felmérés tanulsága szerint még állt, a kataszteri térképek szintén nem adnak erre támpontot. Mindenképpen biztos azon, hogy 1871-ben a Harc család tulajdonába került a kastély, amely egy vállalkozó család volt, és hát tulajdonképpen csak az lehetségesőző nevükhöz fűződik a korábbi kastély lebontása, illetve ennek a kastélynek, mint utóbb kiderült, az 1938-ban történt felépítése. A Monokon két kastély is található, ez az újabb vagy nagy kastélynak nevezett épület, amely az Andrássy család tulajdonát képezte, hogy a másik kastély, ami később szó lesz egy előadásban, az a Beárok Monoki családnak a kis kastélya volt. 1869-ben hát kisebb átalakítást végzett az Andrássy család számára Ibn Miklós. Ez a kastély barokk eredetű volt, 1750-ben épült, vagy 1770-ben egy oldalszárnyat, az oldalszárnyban egy kápolnát is létrehozott Gróf Andrássy István. Hát ugye ez a kastély volt az, ahol ugye a díszteremben lévő freskókban, amikor ugye átalakították általános iskolában a II. Világháború után, belefúrták egész egyszerűen a bordásfalakat. Tehát, illetve hát persze ott kellett végigvezetni az új világvezetéket is, tehát elég komoly feladat elé fog állítani bizonyos restaurátorokat, majd ez a freskó sorozat egyébként nagyon szép rokokó életképek láthatók, mind a kápolnában, mind pedig ugye a díszteremben. A kastély egyébként 1914-től mindmelyik általános iskolaként működik. Parancsasvári Károlyi kastély, ugye ez szintén egy önálló előadás témája lesz majd a későbbiekben, tehát erről így különösebben nem mesélnék. Következő épület, ez szintén Fóton található, 1881 vagy második szerint 1885-ben készült az úgynevezett kis kastély. Ez Gróf Károly István özvegyének a lakásának épült, tehát ez egy új épület. Az eredeti tervekkel összehasonlítva, hát látható, hogy a TSZ időszakban bizony megfosztották minden díszétől az épületet. Gyakorlatilag csak a timpanonban a címerek maradtak meg. Mindmely egyébként a TSZ oldalát képezi, sikertől próbálták eladni az elmúlt 3-4 évben. Nem maradt egyébként mindvégig a Károlyiak tulajdonában, mert később a Gróf Kegler is majd az államosítás előtt a Báró Horthy család tulajdonát képezte. Igen, a Tudai kastélyról szintén volt már szó, talán néhány szót a Schlossberger családról mondanék még. Ugye a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknak volt az alapítója, majd ugye az elnöke Schlossberger Zsigmond, aki 1890-ben a szót is megkapta. Tőle halála után fia Schlossberger Viktor bár örökölt az épületet, majd pedig a 30-as években a lányára szállt, ugye miután a fia utód nélkül hunyt el. Érdekesség, hogy a kis eltítási listán a kastély szőrtagy Bazilné nevén szerepel, ez Schlossberger Klárának a férjezett neve volt egyébként.
És az utoljára hagytam, ami földrajzi távolságban ugye azért messze esik a ez a régió kastélytól, viszont itt hát összeálltal olyan új fejlemény merült föl, ez a Nagyhölcsök pusztai Zicsi kastély, amelynek 1852-ben készítette a tervét Ibő Miklós, és 1855-ben már állt az épület. Sokáig a szakirodalom is úgy tartotta nyilván, mint egy elpusztult épületet, és ez részben igaz is. Jelenleg ennyi látható a kastélyból, hogyha a következő képet nézzük. Igen, tehát gyakorlatilag a második világháborúban leégett a kastély és a környék lakói, hát egy olyan háromnegyed részét tényleg széthordták. Hogyha még egyet tovább megyünk, akkor látni fogjuk az alaprajzot is. Igen, ez egy képes lapról most sikerült nagyjából egy ilyen tömegvázlatot teljes egészében meghatározni. Ez egy elég ritka képes lap, és hát a jelentős nagyítás ellenére azért talán lehet látni, hogy ez egy eléggé hosszan elnyúló kastély volt. Na most, ami most látható, a kastélynak ez a része, és mint kiderült, most miután elmondották az állami gazdaságot, aminek a tulajdonát képezte, a hát meglehetősen szociál jellegű étkezdéjét, kiderült, hogy kastélynak a pince része itt is megmaradt, csak egész egyszerűen úgy átalakították, hogy a hűsös tűzségekkel sem felismerhetetlenek voltak. Itt egy betonutat építettek, és ez a rész pedig még szintén megvan, a vágóhídra beépítve, ami szintén az állami gazdaságnak a rendelik jelentős üzemágát képezte. Ez a része szintén elpusztult, ez a rész is elpusztult. És hát tulajdonképpen az érdekessége a dolognak, hogy... Ja igen, az épület nem működik pont a sok bontás miatt. Így módon a beruházó, aki most egy kastélyszállót fog kialakítani az épület falai között, és mivel hogy megmaradtak ugye a fővárosi levéltári gyűjteményében az eredeti tervek, a megmaradt épület tömegeket az eredeti architektúrának megfelelően fogja majd visszaállítani. Hát reméljük, hogy a kastélyszálló egy olyan egyébként meg fog nyílni körülbelül. Röviden ennyit szeretem volna a régió Jövő kastélyról elmondani. Köszönöm szépen! Pálról egy kicsit késik, úgyhogy most változik a program, és Egyed Ágnes szeretném tisztelettel felkérni, hogy legyen kedves. Nem tudom, hogy szükséges-e valami technika. Ez mindig nagy izgalom, pláne ez a projektoros high-tech. Bármelyik konferencián az ember mindig izgul, hogy csatlakozások sikerednek. Addig hagyd mondjam azt el, hogy a holnapi kastélytúrán már ugye szó volt itt a virágzsoktól említette Füzéradvány, most fogjuk hallani részletesen, és oda be is tudom menni, és lesz vezetés. És a Cserce forrásépület az meg itt látható, éppen mögöttem kis akvarelleken, amit így dolgoztak fel a fiatalok, katasztrofálisan néz ki, belül rohad az egész, a vádoglemezek már fölkunkorodva, lehajolva, megrosdásodva. Az ottani forrásvizet valamikor ott árusították, azóta a Pepsi-kórától kezdve a nem tudom milyen narancslék, minden. Úgyhogy ilyenkor mindig azért fáj a szívem, hogy a fiatalok, akikben bízunk és reménykedünk, ugye ezeket látják, és azt az érdektelenséget, ahogy ehhez az egész ügyet ott úgy kezelték. Megemlítette Virág Zsolt úr a Barátfürdői Hibl Erzsébet szállót, és sehol nem hogy egy tábla, egy mondat, az idegen vezető, aki ismerteti a szállodát, hogy hol van a jacuzzi, meg merre a fitness terem, meg sem említi Ibl Miklós nevét. Fölötte van a kórháznál egy másik Ibl épület, rohadt szét, sehol semmi, hogy ez valaha Ibl volt. Ugyanígy a Cserüce forrás épületnél semmi, ami egy kis ékszerdobó, volt egy tünemény, és ugyanúgy lehetne egy akár egy ajándéktárgyakat árusítani. Tehát hasznosítható a tetejükből az a tér, és hát sajnos nem így történik, úgyhogy nagyon érdekes volt az alkotótárból részvevőinek a véleménye, mert ugyanakkor a Barácsasvár, hát az nagyon ki van blancolva, kérem szépen. Ez itt műsoron kívül mondom is, teljesen magánember, tehát nem mint Évül Egyesület, hogy szerintem a Ceausescu egyik villájának a maradványait vásárolták föl, mint olasz bútort, vagy olasz műbútort, vagy román bútorokat, és ezzel rendezték be. Valami annyira csicsás az egész, hogy hihetetlen, és ott is, amikor ismertetője volt, akkor a Károlyi családról két mondatot mondtak, és ugyanúgy
a szálloda egyéb szolgáltatásairól, meg órákig beszéltek, és hát a legfontosabb látnivaló nem a kis szalon volt, vagy a kék szalon, vagy a biliárdszoba, ahol vannak történelmi vonatkozások is, hanem a Svithelyi szoba, vagy valami szoba, a Nászos utas szobák, akik ha kinéznek az ablakon, egy szív alakú medencébe látnak, és hát ettől fantasztikus a Parácsosvári kastély. Hát sajnos ilyenek vannak, de ilyenkor mindig azt szoktuk mondani, hogy nem romlik tovább. Ugye? Yeah. Akkor átadnám a szót egy elmesnek. Akkor kívánok, elnézést kérek, de a Murphy törvény az ma egész nap működik. Nem volt jól mondható. Ez jó. Sokakkal nem találkoztam még itt. Engedjék meg, hogy mondjuk az a Magyar Ágnes vagyok, a Mi Emlékek Állami Gondnokságának osztályvezetője, és nem tudom, hogy a Mi Emlékek Állami Gondnokságáról van-e némi információja. Egy pár mondatot mondjak róla. Tehát a hivatalos megfogalmazásban a MÁGOV egyes kiemelkedő jelentőségű műemlékek tulajdonásában való fokozott védelme, értékei, kibontakoztatása és művelős történelmi igényesség működtetése céljából jött létre 1992. júliusában. Hát amint látjuk, most már 13. éve működik. Magyarországon ezzel is megalakult az a szervezet, amely hasonló feladatot kíván ellátni, hasonló, mint Angliában, Franciaországban és Németországban ehhez hasonló intézmények. Törekvésünk az, hogy az üresen átvett kastélyokban az eredeti háztartási működést, a funkcionalitás bemutató az adott történelmi korszakot reprezentáló kastélymúzeumokat nyissuk meg a nagy közönség számára. Én közben azt gondolom, hogy megkérem a kollégát, hogy diavetítésként indítsuk el a képeket. Igyekeztem egyfajta átfogó képet mutatni a kastélyról, szerintem közben az, hogy menjen, mert elég sok kép van, a régieket és az újakat is megpróbáltam összeszerkeszteni. A kastélyok helyreállítás közben a kastélyok egyes részei fokozatosan megnyílnak, és a múzeum nyitogatási órák után művelős történetet rendezvényeknek is helyet adunk. Tulajdonképpen ez volt így a hivatalos megfogalmazás, amiért a Mi Emlékek Állami Gondnokságát létrehozták. Ezt a kastélyt az első között vettük át, a Nádasdalányi Nádasdal kastély után, 1993-ban. Tulajdonképpen a kastély előtte a Sátorai Kórház egyik kihelyezett részlegeként működő tüdőszanatóriumként. 1989-ben ürítették ki a kastélyt, jó pár évig üresen állt. Ezt természetesen megpecsételte a sorsát, mert hát fölizetlenül ártott. Oda vezettek ezek a sajnálatos események, hogy a kórház, illetve a múzeumok által el nem szállított tárgyak folyamatosan eltűntek, és ma már szinte azt mondhatjuk, hogy egyetlen onnan való tárgy, ott megmaradt tárgy, nincs amire van. Ebben az időszakban tűnt el az a bizonyos tükör, ez a úgynevezett szakmai tükör, amiről már biztos nagyon sokan hallottak, ez a mai napig is sincs meg, ezt még most is keresik. A 94-ben az átvételt követően megindult a munka, két irányban indult el, természetesen a kastély történetének és az egész Károlyi család történetésének felkutatása, a művészet történeti kutatás, régészeti kutatás, a falkutatások és a kastély teljes feltárása, mert hogy fogják látni, borzalmas állapotok voltak a kastélyban. A művészet történeti kutatást a Sisa József, a régészeti feltárásokat a Bartos György és a Simon Zoltán, és az első falkutatásokat pedig a Lány József készítette el. Meg kell említenem, mindenki által köztudat, hogy időként meg Károly László is felesége hallgatott Magyarországon.
kiállítását, elkezdődött az alapkutatásokra épülő terv készítése, melyet Szövény István és kis csapata készít a mai napig is. Hát az épületben hát rengeteg visszatérve itt az előző előadóhoz, olyan helyzeteket tapasztaltunk, hogy majdnem minden helység vandalóval van felszerelve, tehát vagy elhelyezve, vagy találtunk ott. Minden vandalóval beépített radiátorokat találtunk, olajlábazatot, stb. Stb. Amit persze nem károsztatjuk érte a kórházat, már nagyon sok romlás történt. Igyekeztünk ezeket aztán az évek során lebontani és a normál helyzetet kialakítani. Hát ők a megfelelő működést próbálták biztosítani, tehát ez ebből a szempontból talán érthető volt. Nem térnék vissza itt, mert előző kollega említette a Károly családnak a rövid történetét. Odáig azonban mégiscsak visszaszaladnék, hogy 1930-as években Mindiszkés Mária hangban a Károly László István nevű fiának felesége talált megoldást a kastély épületére, és ennek a funkciójára, mert hogy ugye nem ez volt a Károly a fő lakóhelye, hanem ugye a Fóti kastély, viszont itt állt ez a csodálatos kastély, és valami funkciót kellett találni. Akkor az átépítés mellett döntöttek, és 1938. május 8-án megnyílt a kastélyszálló. Ezt azonban már a Károly László nem érhette meg, és a kastély fia István örökölte az intézmény sikeres működését és a Lidafüredi palotaszálhoz hasonló népszerűséggel tett szert. Tehát gyakorlatilag ez a két magyarországi palotaszálló volt emlegetve. Az épületet és a parkot 1945-ben államosították, de ellenállási érdemeiről tekintettel Károly István ezt hamarosan visszakapta, és újból megnyitotta a kastélyszállót, de hát egy nagyon rövid ideig működött, de 1948-ban véglegesen elvették a Károlyiaktól. Két mondatot az épület történetén túl érdemel, és nagyon érdemel a dendrológiai tájképi kert. Küzéladványban a kastélytövező park országos jelentőségi arborétum, hasonló színvonalon, mint a szarvasi arborétum, de közel kétszer akkora, és hegyi telepen alakították ki, ez is egy ritkaság számba menő dolog. A dendrológia kert úgy készült, hogy a kastély szomszédságában lévő erdőben tisztásokat vágtak, a kastélyt vagy csak a tornyát látványban felmutatni engedő nyilatékokat képeztek. Nem tudom, hát akkor én elnézést kérek, de úgy tudom, hogy nagyon sokan holnap a kiránduláson meg fogják tudni látni a helyszínen. Elnézést, csak itt van egy autózatávolos anyag is, hogyha esetleg azt a cívét ki lehetne cserélni, és hamarabb tudja elvárni képeket. Nagyon sajnálom, mert olyan képeket igyekeztem összeszedni, ami a 1993-as átvételkori képek és az azóta felújításra került képeket tartalmazva a kertről is, és hát nagyon sok tárgyról, ami hát, látják, rengeteget hoztam, pontosan emiatt be tudjam mutatni. Hát tovább folytatva, a fák alakja, romszíne, virágzásának vagy színek időbeli játéka, hogy a gyűjteményes kert érdekelően szép látványsorozatát. Ez ugyan a mai napon, vagy a mostani időben még nem egészen helyreállító, de már törekvéseket tettünk arra, lévén a műemlékek állami gondnokságának sikerült egy kertészeti osztályt is létrehoznia, és ez irányba is elindultunk már, nem csak az épület, hanem a kert maga is. Na, örülök neki akkor, nem tudom, hogy láthatóvá válik-e. Jó. A kertről azért még csak annyi
annyit, hogy közel 100 hektár nagyságú park észak-déli irányú, hosszú ellipszoid alakú kompozíciót mutat. 1906-tól Cinke Ferenc vette át a parképítés irányítását, Gróf Kályi László személyesen adott utasításokat a kert finomításához. Az építetket észrevétlenül megy át a környező, szinte teljesen érintetlen tájba. A park tengerszint feletti magassága 170 méter és 240 méter körül húzódik meg, éppen ezért ez az oka, hogy a hótakaró általában 60-110 napig megmarad. A parkban eredő patak egy kisebb és egy nagyobb tavat táplált. A mindkét tó helyreállítása, illetve visszaállítása vár. Megjegyzem, a nagy tó az jelen pillanatban nincs a műemlékek állami gondoságának kezelésébe, mert a műemlékek állami gondoságának kezelésébe a kastélyhoz tartozóan 17 hektár van jelen pillanatban, a többi a északérdő erdő birtokában és a mezőgazdaság TS birtokában van. A park 1975 óta természetvédelmi terület. Mint említettem, a kastély 1993-ban került a műemlékek állami gondoságának kezelésébe, és ekkor kezdődhetett a épület helyreállítása. Mint mondtam, természetesen a tudományos kutató munkákkal, vagy ezt követően a tervezéssel. Hát rettentő sok dolgunk volt, az épületre jellemző, azok a lombolásokon kívül a teljes, nem is tudom, okottság, szóval a beáldás nagy mértékű, és az épület teljes egészét lepő könnyező házikon van jelenlétre. Éveken keresztül küzdöttük ezen, és a most jelenleg helyreállított déli és keleti szárny, ugye már a toronyig van megcsinálva a terület, ennek a tető és a homlokzati munkái elkészültek, a teraszok helyreállításra kerültek, és a legfőbb a könnyező házikonban kiirtása és az ezzel kapcsolatos szerkezeti munkálatok is elkészültek. Sajnos a téli kert és a kápolna, mint ilyen mondhatnám, hogy szinte teljesen megsemmisül. Az ott található értékek közül egy-két kép a helyi templomban még megtalálható és látható. A téli kert is megsemmisült, ugyan itt a 80-as évek elején egy tető helyreállítás történt, de ez szerkezetében nagyon rossz minőségű, úgyhogy itt nagy valószínűséggel a teljes tetőt vissza kell bontani és újra kell építeni. Az épület egy F-alakú épület, amely eredendően egy U-alakot képezett, illetve az F alsó szára, ami ugye önmagában áll, az egy U-alakú épület volt. Az U-alak, ami most nem létezik, és a másik oldala, az U-alaknak az egyik szára még nem létezik, ott voltak a vizsgáló épületek, a másik szára pedig a ma is álló úgynevezett konyhaszárny az épületnek a kastélyszállói minőségében, ezt neveztük konyhaszárnak. A kastélyra jellemző, ugye, hogy az F-szára foglalja magában a kastély konyhai személyzeti részét, mint mondtam, a díszudvar középpontjában a nagyszalont komponálták, melynek tömegét két oldalt az emeleten egy gödölő és nagyítékben itt lehet terasz szegélyezi. Ez az úgynevezett francia udvari résznek található. Ezért 1897 és 1907 között újjáépült déli szárny földszintje impozáns tereket alakítottak ki, az udvari oldalon helyezkedik el a hosszú földszinti terem, az úgynevezett márvány folyosó. Itt csak egy gondolatot engedjenek meg, hogy a könnyedő házi gombának a hatását sok helyen láttuk és tudjuk, hogy ez milyen hombolásokra képes, de itt azért hagyom mondjam el, hogy a tetőről indulva, ugye, amit a földszint tett követően az első emeleti szint és a tetőszint. A tetőről indulva ezeken a szinteken végig jött, és már a Mármány folyosót is kikezdte. Tehát aki a helyszínen lesz majd, az esetleg fogja látni a Mármány az elszíneződést, mert
hosszú-hosszú évén keresztül nem történt ez ide semmi, és sajnos a bomba ilyen romlásokra képes. A déli szárnyban helyezkedtek a reprezentáció fontosabb terei, és a grófi lakószobák, az északi keresztszárny egyetlen nagy terve a télinkert volt, és ennek folytatásában helyezték el a hasi lakói ellátását szolgáló helységeket. És itt volt a kápolna rész is. A 1996-tól gyakorlatilag folyamatosan, a folyamatos megújulás után 1996-ban múzeumi részt alakítottunk ki a földszinti térsorban. Ez 7-8 helységet érint. Folyamatosan nyitva tart ez a idegenvezetéssel, nyitva van ez a múzeum. Rosszat mondtam, nem folyamatosan, mert általában május 1-je és október 31-e között hétfőn. Tehát, mint említettem, itt elkezdődtek a munkálatok, a déli szárny és a középső szárnyok a felújításával, elkészült a tető helyreállítása, a homlokzat helyreállítása, elkészült pályázat alapján egy mozgássérült WC és hozzáépülő kis tartózkodónak a kialakítása, a múzeumi térsorból, ami a legszebb térsor, az egész kastélyban mintegy 7 helységet érintő egység, és tavalyi évben az úgynevezett Hubertus termet is sikerült átadnunk. Hát természetesen nem teljes egészében lesz kész, majd ezt is fogják látni, mert a nyílásokat kibontottuk, de nyílátlárokat már nem tudtunk elhelyezni, úgyhogy azért, hogy egyáltalán hozzá lehessen kapcsolni a rendezvényi terekhez, ezért gipszkarton álfalakkal fettük le a nyílászárok helyét, de ez nem rombolja oly mértékben a látványt, ami és aztán később kibontható lesz, és egy egyszerűen megépíthető. A kastély jelenleg, mint mondtam, alkalmas idegen forgalmi célokra. Jellemzően az üzemeltetett, hogy összességében csak egy számot mondjak a kezdetektől, körülbelül olyan 500 és 600 millió forint közötti összeg került a kastély felújítására fordítva. Szép magyarországon most, igen. Minden évben dologi költségenek, ilyenek állapot és állatfenntartását is tartanunk kell. 6 ember állományban lévő ember dolgozik a kastélyban. A 15 hektár gyakorlatilag ők kezelik, és hát, ők felügyelik is, hát a 24 éves sportoszolgálatunk van. Hát nagyon nagy munka, és még rengeteg dolog vár ránk, hogy ezt megtegyük. Sajnos az általános magyarországi állapotokat ismerve nagyon kevés pénz jut. Nem csak erre a kastélyre, hanem a többi kastélyre is. De hát reméljük, hogy a pályázatok, amit az előbb a kollégák említettek, mert hogy jobb helyzetben van a kastély, a tekintetben, hogy megvannak az előzményei, a kutatási eredmények, stb. Megvannak a tervei, talán a pályázat is fogunk tudni. Köszönöm szépen, és akik holnap meg tudják tekinteni a kastélyt, azoknak nagyon jó szórakozást kívánok, és hát remélem, hogy tetszeni fog. Szép megosztó. Megérkezett Ritok Pál úr, Építészeti Múzeum munkatársa, és ha már úgyis itt változtattunk a programon, akkor azt szeretném mondani, hogy mivel említettem az köszöntőkor, hogy a Budapest Örökségvédelmi Hivatal területi felügyelőjének van egy ilyen kötelező konferencia találkozója Gyulán, értekezett, ezért Pasternak Istvánunk sem tudott részt venni. Viszont ő egy előadást tartott a régium emlékeiről az alkotótábor gyerekeknek,
fiataloknak, és ezt mi akkor felvettük videóra. Na most ezt tennénk a legvégére, mert ugye az élő beszéd varázsával nem versenyezhet egy videófelvétel, egyébként is elég gyenge minőség, és még itt a technika előkészül, hogy kérjem elnézéseket, hogy csak ilyen, nem a képpel van baj, hanem a teremmel. Akik tavaly itt voltak, emlékeznek rá, hogy tavaly a konferencián előtti napján, a konferencia előtti napon leszették a függönyeket. Holott hát mi sötétített termet kértünk. Na most olyannyira leszették, amióta Széles Gábor úr, nem csak a METESZ, hanem a Gyáriparosok Országos Szövetségének is az elnöke, azóta rettenetesen spórol, és vissza se tették a függönyöket. Úgyhogy így aztán valami fóliával állítólag el van látva az üvegfelület, de hát ez a két minőséget azért erősen rontja, és hát ez a videófelvételnek is a kárára megy majd. Tehát akkor most Ritók Pál úr előadását fogadják, szeretettel, figyelemmel, tisztelettel felkérem akkor az előadást. Köszönöm szépen. Tudom, hogy az élő beszéd varázsa mennyire fogja önöket rabul ejteni. Igyekezni fogok. Először is képzeljenek maguk elé egy igazi reformkori szép asszonyt, mondjuk Jókainé Laborfalvi Rózát, vagy Szendrei Júliát, vagy hát a fantáziájukra bízom, hogy mondjuk a Nemzeti Galéria állandó kiállításából kik jutnak eszükbe, már nem név szerint, hanem az alakok. Károlyi Györgyné, Zicsi Karolina grófnő, ugyanebben a sorban nyugodtan említhető, mert hogy ő is egyike volt a reformkor híres szépasszonyainak, feltehetően testvérével, Zicsi Antóniával együtt, akire gróf Batthyány Lajos, későbbi első felelős miniszterünk vetett szemet, majd feleségül is vette. Zicsi Karolinára pedig gróf Károlyi György, Széchenyi Istvánnak is jó barátja, és természetesen Batthyány Lajosnak is. Ő kezdett udvarolni, majd feleségül vette, és azért mesélek erről a családtörténetről egy kicsit, mert hogy hát azt gondolom, hogy fontos egy épületnek az építetője, főleg, hogyha ez egy vagy néhány személyhez köthető, mert ugye ebből valamennyire plasztikusabb az egész történet. Zicsi Karolináról a legszemléletesebb képet Károlyi Mihály, az első magyar köztársaság elnöke festett számunkra a Hit illúziók nélkül című művében, visszaemlékezésében, akinek aztán nagymamája lett Zicsi Karolina, mert hogy egy idő után többé-kevésbé mindenkiből lehet nagymama, ahogy óta mondja, és hát ő persze már mint unoka emlékezett rá vissza, és ez azért már egy más megvilágítás, mint a reformkori bálok egyik szép asszonya. Ez egy apróság, csak hogy lesz ott egy híres, nemes arisztokrata hölgyből egyszer csak sasvári nagymama, mert hogy aztán a különféle leltárakban, helységleltárakban, hagyaték íratokban és visszaemlékezésekben így emlegetik Zicsi Karolinát. Hát mert ugye az embernek általában két nagymamája szokott lenni, és valahogy különbséget kell közöttük tenni, és furcsa, de hát egy grófnőt is egy idő után a főbb lakhelye szerint neveznek meg az unokák és a kapcsolódó rokonság. Szóval az Zicsi Karolina volt a Parád sasvári kastélynak az építetője, aki nem ő volt az, aki ennek a birtoknak a megszerzője volt, hanem Károlyi elődök, illetve férje, pontosabban Károlyi György. Korábban nem a Károlyiakhoz tartozott ez a parádi uradalom, hanem hát nem kezdem el most mondani, mondjuk, hogy az Abba nemzetség legyen az első állomás, és aztán itt sok családnevet átugrani.
Később aztán a Rákócziak birtokába került a 17. század vége felé, és amikor a szabadságharc, mármint a Rákóczi, második Rákóczi Ferenc szabadságharc elbukott, akkor Rákóczi birtokait elkobozták, és a király végül is Altán Mihálynak adományozta ezt a birtokot, akitől nem sokkal később Grassalkovics Antal, akinek a neve nyilván ismerős, vette meg ezt a birtokot, és közel 100 éven át Grassalkovics csak kezén volt ez a birtok. A későbbiekben azért ők nem gazdálkodtak olyan ügyesen, mint a birtoknak a megvásárlója, pedig azért ez egy értékes terület volt. Ennek a felismerése vezetett oda, hogy a reformkor egyik korai nagytőkése, később a Szitányi előnevet szerzett Ulma Móricz és Kán Sámuel először bérbe vette ezt a birtokot, és láttak fantáziát ebben a területben, nem csak mezőgazdasági szempontból, hanem a 18. században kezdődött igazából a fürdő kultusz Magyarországon, de hát azért akkor még eléggé gyerekcipőben járt. Mondjuk a 19. század első felét sem mondanám a klasszikus virágzás időszakának, de ez már minden esetre a komolyabb kezdetek időszaka volt, és ennek egyik fejezete a Parádi, illetve Parád-Sasvári fürdő telepnek a kiépítése. Persze itt most nem olyan telepre gondoljuk, mint mondjuk Balatonfüred, annyira azért ez nem volt, főleg nem a mai látványra kell gondolni, hanem hát egy sokkal egyszerűbb világra, mert hogy ez eleinte persze a 18. században még inkább ilyen népfürdő jellegű volt, és meglehetősen kiépítetlen volt, és aztán később ez a Szitányi, Ulman, Móricz és Kán Sámuel város fektetett ebben komolyabban pénzzel. Hát sajnos a diákat elnézve elég szomorú a látvány, mármint hogy alig láthatóak sajnos, úgyhogy nem tudom, hogy most azt szeretném kérni, hogy visszamenne az elejére. Kérem? Jó, hát akkor így előzetesben az egészet végig fogják nézni. És akkor majd újra kérdünk, és akkor már képenként fogom magyarázni a látványt. Szóval, tehát 1827-ben először, mert hogy itt egy nagy forráscsoport van tulajdonképpen, és ez is több helyen helyezkedik el, és az egész Parád, illetve Parád-Sasvár, Parád-Fürdő helyrajza, ez bizony meglehetősen bonyolult, és bevallom azt is őszintén, hogy Parád-Fürdőn már nem vagyok olyan otthonos, mint Parád-Sasváron, amit régebben Csevice fürdőnek neveztek, illetve ma is ismert azért ez a helynév. A Csevice története lényegesen egyszerűbb. Parád, illetve Parád-Fürdő pedig azért bonyolult, mert valójában azért ez volt a Károlyiak birtok a valódi központja, már ez a Füred Parád Debrői uradalomnak a központja, mert hát itt épült fel egy komoly épületegyüttes, elég nagy területen, és ezeknek az áttekintése ez elég bonyolult feladat. Tehát ettől jóval odébb fekszik Parád Sasvár. Ez a Sasvár név, ez egy későbbi elnevezés, tulajdonképpen ez az Icsi Karolina féle építkezéshez köthető. Korábban senki nem használta ezt a Sasvár kifejezést, amiben hát van azért egy kicsit némi fellengzős megközelítés, de már rajta maradt, és végül is a kastély festőisége talán igazolja ezt a megnevezést. Tehát a Károlyi György pedig látva a Szitányi Ulman Móricz és Kán Sámuel féle vállalkozás jövedelmezőségét, először ő vette bérbe a Grassalkovicsok
utól ezt a birtokot, tehát a Ullmann és Kahn páros után, majd úgy döntött, hogy meg is vásárolja ezt, és így került aztán a KG-ja kezére, 1641 körül. Ez az egész Debrő-Parádi uradalom. De utána még sokáig nem történt semmi. Az egykori fürdőházak, tehát az 1827-ben, illetve 29-ben épített fürdőházak felépültek után, amiknek az építése a Ullmann és Kahn Sámuel pároshoz köthető. Azt hiszem, hogy ehhez azért elég erős fantáziára lesz szükség. Ez egy nyitókép a Parácsasvári kastélyról, ami 1990-es évek első felében készült, most pontos dátumot nem tudnék mondani. És akkor ez az egyik kép arról a bizonyos fürdőházról, amit az Ullmann és Kahn páros épített, már Csevicénél, illetve a Parácsosváron. Hát ezekből sajnos nem sok látszik, de talán mégiscsak ennél az épületnél maradnék. És akkor legalább egy korabeli idézetet hadd olvassak fel, mert ennek legalább valami íze van, hogyha a kép nem is látszik. A Csevice forrásnál a nagy fürdőház, most itt egy zsirárdi kalapot képzeljenek el, csak a kalap alja nélkül. Természetesen így a perspektíva egy kicsit torzít, tehát ilyen formára épült. A földszinti részben, gyakorlatilag az épület túlnyomó része földszinti, van 32 lakó és fürdőszoba, két előszoba. Az épület középága emeletre lévén építve, ebben van egy táncterem, melynek két oldalán az egész épületnek hosszában van a cselédség számára 24 padlásszoba. A Csevice víztartó stolnáját és mind a két fürdőt összes melléképületekkel együtt Ullmann és Kahn bérlők építették 1827-29 között. Ez egy korabeli leírás, 1841-ben készült. És hát azt lehet mondani erről a fürdőházról, hogy a korábban teljesen tipikus és megszokott volt, és a 19. század első felében egy fürdő többé-kevésbé így nézett ki, mondjuk ennél sokkal alapjában bonyolultam, mert egy zárt udvarról van szó, hirtelen ki akartam mondani, hogy felvidéken van egy nagy fürdő, annak az elrendezése, az alapelrendezése, tehát az elemek, hogy egy fürdőszoba, illetve egy előszoba, és ezek vannak egymás mellé sorolva, ezek előtt pedig egy árkád sor van végig, ami a sétáló utca vagy promenádnak valami egészen kezdetleges formája, tehát hogy esős időben is lehessen körbe sétálni a többé vagy kevésbé zárt fürdőudvaron. Tehát ugyanez jellemző erre is, de ugyanilyen mondjuk a budapesti Lukács fürdőnek a korai szakaszában egy nagyon hosszú épület, az egy egyetlen hosszú téglalap volt, ugyanilyen elemekből épült fel. Hát ez a korabeli fürdő kultúráról azért elég sokat mond. Másrésztről azt is elmondja, hogy mi kell még a fürdéshez, tehát valamilyen szintű kulturális élet is, már akkor is hozzákapcsolódott, tehát a táncterem, és hát kell persze személyzet is, vagyis cselédség, akik valóban az emeleten, pontosabban a tetőtérben voltak elhelyezve, és erre, hát higgyék el nekem, főleg a távolabb ülők, hogy valóban padlásablakok sorakoznak végig a tető síkjában.
de hát, hogy ott valóban ott lakott a személyzet. Ennek az épületnek tulajdonképpen barát fürdőn is hasonló épület együttesek épültek föl, tehát 29-ben, de azoknak az alakja az nem volt ennyire szabályos, és főleg a későbbi átépítések nyomán aztán még sokat változott. Ez az állapot, mármint itt Parácsosváron, megmaradt egészen 1881-ig, amikor egy új nagy építkezés zajlott, ez a Károly Györgyi Ricsi Karolina féle építkezés. Végrendeletéből azt lehet tudni, hogy ezt fiának, Károly Gyulának, Károly Mihály apjának építette, de mivel Károly Gyula elég fiatalon meghalt, még Gerákban, ezért hát még maga a nagymama úgy döntött, hogy akkor az unokájának, Károly Mihálynak adja már át ezt az épületet. Így is történt, tehát ez a család részben a Parádi nagy épület együttest és építőközpontot is használta, meg ezt is, tehát a Parácsvasvárit, de a fő súlypont, ahogy már említettem, alapvetően Parádon volt. Annyira, hogy ez például elég megdöbbentő ilyesmit olvasni, részben Károly Mihály, részben Károly Mihály Andrássy Katinka visszaemlékezéseiben, hogy az Egyetem utcai Károly palota szennyesét, most az ágynemüket és a ruhákat és mindenféle egyéb háztartási kimosnivalót Parádra vitték mosatni. Hát, és akkor még nem volt autó, mondjuk vasút közlekedés volt már akkor is, tehát ez azért nyilván könnyítette a dolgot, csak mai észre azért az eléggé elgondolkoztató. Más dimenzióban éltek akkor az emberek, és most nem a 19. század közepéről beszélek, hanem így az 1910-es évekről mondjuk. Természetesen ez az arisztokrata világ hát eleve egy más levegő volt, amit viszonylag nehéz volt valamennyire a visszaemlékezésekből felidézhetjük magunknak. Még egy kicsit szeretnék mesélni Zicsi Karolináról, mert nem akárki volt a hölgy. Maga Petőfi Sándor is írt hozzá, illetve testvéréhez, Zicsi Antóniához egy verset, amiben hát a két reform gondolkodású és bájos arisztokrata hölgyet ünnepelte. A vers maga azért nem olyan nagyon, hogy nem tartozik Petőfi főművei közé, ez az én ízlésem, de Károlyi Györgyi Zicsi Karolina nagyon büszke lehet rá, nem biztos vagyok. Amikor Batthyány Lajost elfogták, akkor sógornője Zicsi Karolina a családi hagyomány szerint a gyóntatóval, aki egy francia abbé volt, kenyérbe sütve küldött be Batthyány Lajosnak egy valamilyen hegyes szerszámot tört, és nem félne kereszteni a csapatot. Hát valószínűleg Györgyi Géza is valamilyen hasonló laza viszonyban állhatott Imre Miklóssal, és Györgyi Gézának volt egy nagyon nagy erénye, fantasztikusan festett akvarellezett, és az építészeti perspektívában egészen zseniális, vagy mondjuk mesterfokú műveket alkotott, talán zseniális túlzás, de esetre mestere volt ennek a műfajnak, ami hát az építtető meggyőzése, befolyásolása céljából elengedhetetlen volt. Ma mondjuk inkább a 3D-s animáció mestereiben lehet talán egy laton említeni. Tehát Györgyi Géza nem csak Imre Miklósnak volt fontos munkatársa a prezentációs rajzok elkészítésében, hanem mások is alkalmazták. Később aztán Hausmann Lajos örökölte meg Ibőtől a királyi palota építkezésénél, és itt nagyon jelentős belső építészi tervező működése volt. Később aztán a királyi palota elkészülte után
másik építéssel, Höfner újítóval társult, és még néhány fontos épületet tervezett, többek között a mai Broadway mozi épületét, a Dohány utcai zsinagóga, illetve a Károly körút között, azon a V alakú telken. Ez az, ami egy közismert épület, és ő az egyik tervezője, a másik pedig a Tátrában, a Csorbatónál található több szálloda, amit szintén ő, illetve egy tervezőtársal alkotott. Szóval Györgyi Géza azért biztosan volt alkotótársa a Badácsasvári kastély tervezése során Ybl Miklósnak, mert hogy az Építészeti Múzeumban, Györgyi Géza hagyatékában találtunk két gyönyörű perspektívát, akvarelt, a Parácsasvári kastélyról, amiről aztán később azt is sikerült kideríteni, hogy hát Károly Dörné kastélya Parácsasváron címmel a műcsarnokban is szerepelt a 1880-as években ott kiállításon, valamelyik, az nem derült, hogy melyik az, vagy a festmény, és nagyon valószínű, hogy a belső építészeti tervek elkészítése során is igénybe vette Ybl Miklós, Györgyi Géza kitűnő képességeit. Ebből majd mutatok néhány tervlapot később, amit Györgyi Géza készített, de sajnos nem tudjuk azonosítani ezeket, tehát inkább csak valamilyen ízelítő abból, hogy egy 1880-as évekbeli vagy 70-es évekbeli reprezentatív belső hogyan nézhetett ki. Tehát 1881-ből maradt fent a fővárosi levéltár Ybl hagyatékában két olyan pallérterv, ami egy az egyes, úgyhogy hát körülbelül ennek a teremnek a felére lenne szükség ahhoz, hogy az egyiket kiteregessük. De igazából több ilyen konkrétan azonosítható rajz nem került elő. Van még egy-két vázlat, ami nyilván egy ilyen megelőző fázishoz kapcsolódik. Hát azt hiszem, hogy ebből nem, ismét nem sokat fognak látni. Hát ez egy homlokzatrajz, de ez talán egy kicsit élvezhetőbb, de ez egy más kastély. Méghozzá a Hausmann Alajos által tervezett Csalapusztai kívül kastély. De azért ez itt nem kapuktojás, és nem tévedésből tettem ide, mert hogy a torony megoldás, meg tulajdonképpen az egész épület csoportosítása meglehetősen hasonló. Nem csak ezen a kastélyon, hanem nem csak ezen a két kastélyon, tervezőtől függetlenül, hanem egy életművön belül is. Itt higgyék el nekem, hogy az előző rajzokon például egy olyan nyolcszögletű torony is látszott, mint amilyen a Füzéradványi kastélyon, szerencsére jobb minőségű képekkel látható volt. Egy ilyen romantikus félköríves stílusú kápolna is felmerült ezen a terven, ami szintén ismerős lehet Füzéradványból, nem is pontosan, de hangulatában. És a homlokzat alakítás is, akár Füzéradványból, akár mondjuk Hausmann Alajosnak más műveiről is ismerős. Mert hát nyilván az igények meglehetősen hasonlóak voltak. A Csolapusztai Kégl kastély 1876-78 között épült, tehát megelőzi a Parácsosvári kastély tervezését, de legalább talán egy kicsit élvezhetőbb formában. Hát ezt már magam se látom. Talán a homályból valami olyasmi kitűnik, hogy mennyire széttagolt egy kastélynak az elrendezése. Ezek azonosítatlan Ybl tervek, amelyekből az látható, hogy a korabeli kastélyépítésnek egy ilyen általános alapelve mennyire újra és újra megjelenik a terveken. A zajos és szagos funkcióknak az elkülönítése, ezt már az előző előadó is emlegette a Füzéradványi kastély kapcsán, aminek hát nagy múltja van, mert hogy már a középkorban is ugye ez eleve a konyha egy nagyon tűzveszélyes üzem volt, és szagos és zajos, tehát ezt jobb, minél jobban elkülöníteni a lakó, illetve a reprezentatív terektől.
és ez akár odáig fajulhat, fajulhatott nagyon sok esetben, hogy külön épületben, fedett vagy nem fedett folyosóval kötötték össze a konyha kiszolgáló épületet és, és magát a lakó főépületet. Hát itt már legalább talán egy kicsit sejteni lehet, hogy, hogy mi is lett abból az egykori fürdőházból. Az udvar, az egy mondjuk kurdönőrös, tehát U alakú udvar nagyjából megmaradt, és ennek az egyik oldalát kívül jelentősen kibővítette, és ez lett maga a főépület. Ez látható itt ezen a képen. A homlokzat tagolása, a homlokzat alakítása pedig leginkább a Loire-menti kastélyot, és azok közül is leginkább a Blois-i kastélynak a 12. Lajos kori szárnyára emlékeztet. Itt látható, én azért ezt tudom, hogy, hogy így egymás után vetítve a két képet mondjuk nem gondolja az ember azt, hogy olyan, mint két tojás, de hogyha az ember közelebbről megnézi, akkor azért itt számos elem feltűnik. Nyilván nem egy alakű másolásról van szó, csak a hangulat átvételéről. Ez a Blois-i kastély légi felvétele. Ennek itt mindjárt megmutatom, hogy melyik szárnyáról van. Nagyon sajnálom, de higgyék el nekem, hogy ezek élvezhető diák sötétben. És akkor itt látható az az egyik Györgyi Géza féle akvarell, ami a kastélyt ábrázolja, elsősorban a fő tömeget, a lakóépületet, egy hatalmas toronnyal, amihez még egy hengeres lépcsőház is kapcsolódik. A főépület, ez egy völgyben helyezkedik el, és a főszárny az tulajdonképpen merőleges a völgynek az irányára, és két, tulajdonképpen három rizalit tagolja a főhomlokzatot, valamennyire talán látszik a képen, és ehhez kapcsolódik egy magas négyzet hasával a torony. A képnek a bal oldalán pedig egy oszlop, egy fedett árkádos folyosó látható, és még egy másik épület, amit ez a folyosó összeköt. Ez a másik épület, ez az egyemeletes épület, ez maradt meg a fürdőházból, a fürdőháznak abból a tulajdonképpen tömegében teljesen azonos a fürdőház középső kiugró egyemeletes tömjével, ahol a táncterem is volt, hogyha emlékeznek. Ez a másik akvarell, ami a kifejezetten a főhomlokzatot mutatja, ami miatt még ez egy nagyon érdekes forrás, mind a két kép, hogy a kertet is nagyon pontosan ábrázolja. A kataszteri felmérések, illetve a későbbi képeslapok, fényképek, amiből viszonylag kevés van, vagy inkább, vagy szinte csak a külsőre korlátozódik, de abból legalább igazolható, hogy a kert alapja, elrendezése nem nagyon változott tulajdonképpen hát több mint 50 éven át. Ez már egy publikáció, Ébül halála után egy német építészeti újságban jelent meg 1892-ben. Senki sem kerülje el a kritikát, Ébül Miklós sem. A német szerző azt kifogásolta, hogy ez a torony túl robusztus és nagyon szimpla tulajdonképpen a torony sisakja. Hát ezt döntsék el, hogy egyetértenek a kritikussal. De úgy egészében azért meg volt elégedve az épülettel. Itt most olyan fényképek következnek, amik a helyreállítás előtti állapotot mutatják. A főhomlokzat középrizalitja. Az egy a jobboldali oldalrizalitnak a közép tengely felé eső fala, és maga a bejár.
bejárat, itt a Károly és Zicsi címerek láthatóak a bejárat fölött, ez a torony. A torony lejárat fölött Károlyi címer, és itt egy kicsit jobban érzékelhető a főtömeg, illetve a folyosóval hozzá kapcsolt egykori fürdőházból megtartott épület. Ez még a fő épületen látható, a hármas ablak alatt látható az építés éve, ez feltétlenül az elkészülés éve 1882. Ez már ez a bizonyos fürdőházból megtartott épület, és az is látszik talán a kép jobb szélén, hogy ez az oszlopsoros folyosó, ez folytatódik. És a fürdőház jobb szélén lévő tömegből is megtartott ebből elég sokat, és tulajdonképpen az lett a fő kiszolgáló épület. Az a kémény, ami talán az egyetlen motívum, ami ebből a képből látható, az már ennek a kiszolgáló épületnek a szótügyülő korában kibővített étterem épület kéménye. Ez a 20-as évekből egy képeslap a kastélyról. És egy színezett képeslap. Hogyha ezeket így végig tekinti az ember, akkor a külsőt tekintve nagyjából meg lehet elégedve, tehát jelentős átalakítás, károsodás nem érte a kastélyt, ettől a későbbi bővítménytől eltekintve, de ami igazán szomorú ebben a parácsasvári kastély történetében, az a belső. Ez az előcsarnok, hogyha a kettős címer vagy a két címerre ellátott kapun belépünk, akkor hirtelen elég nagy szintkülönbséget kell legyőznünk, mert hogy a kastély egyrészt merőleges a völgy tengelyére, és a völgy elég erőteljesen lejt. Tehát már az épületen belül tulajdonképpen nagy szintkülönbség van. Ez a fürdőház korában, ez a rész, tehát annak a kalapnak az egyik szegélye, a zsirádi kalap keresztmetszetre gondolnak, már ami az épület alaprajzát adja, az egykori fürdőépület alaprajzát, akkor ez a bal oldalon előre nyúló szárny, ez volt elég jelentősen alápincézve, és ígyből tehetségét mutatja, és ez sok más épületen, kastély átalakításon is megmutatkozott, hogy ezt a szárnyat nem lakó funkcióra használta fel, hanem egy reprezentatív belépő térsort alakított itt ki. De hogyha ezt azért jobban megnézi az ember, akkor ennek a kialakítása nem a tér szervezésétől eltekintve a részletek nem elegánsabbak, nem ívesebbek, mint egy jó minőségű budapesti bérház előcsarnoka. Sem a kovácsolt vasmunka, sem más részlet nem mutat semmilyen kiugró teljesítményt. Ez feltétlenül azzal magyarázható, hogy itt nem volt a reprezentáció, és ez a kastély többi terére is igaz, nem volt már olyan fontos. Végül is 68 éves korában építette a grófnő ezt a kastélyt, és feltétlenül nem nagy társasági összejövetelek számára, olykor, mint hallottuk, unokáit fogadta itt természetesen, de nem itt élt nagy társasági életet. A téli időszakban, ez egyéb leírásokból tudható, akkor ő maga is a Károly, már az Egyetem utcai Károly palotában, a mai Petőfi Irodalmi Múzeum épületében lakott, a család többi tagjával, mert hogy az túl viszontagságos lett volna már az idős hölgy számára, ott a kékestetőtől tulajdonképpen néhány kilométerre a hegyek között telelni.
meg hát sokkal izgalmasabb is azért a főváros télen, mint ott a hegyek között, és a, már a társasági élet és kultúra szempontjából gondoltam. Úgyhogy feltétlenül ez is magyarázza, hogy a kastély belső tereiről már a falkutatás sem tudott semmi jelentőset kimutatni. Itt-ott mutatkozott némi díszítő festés, de ezeknek a minősége ismét alig-alig érte el mondjuk az Andrássy úti házak, lakóházak közép mezőnyét. És hát sajnos csak apró foltok maradtak meg mindenből. Nyilván a többszöri átalakítás, már a belső átalakítás is sok nyomot eltávolított, és ez az egyik legnagyobb bánatom ezzel a helyreállítással kapcsolatban, aminek én voltam a kutató művészettörténésze, hogy a kastély belsejére vonatkozóan semmilyen képi ábrázolást nem sikerült találni. Miközben a Károlyi család viszonylag jól dokumentált képekkel is, egyszerűen semmilyen nyomot nem találtam erre, még csak valószínűsíteni sem tudok, sem tervek szintjén, sem egyéb képi dokumentumok szintjén. Miközben hát a család fényképezte magát, vannak ilyen intimebb családi albumok, más kastélyokról sokkal jobb dokumentumok vannak, úgyhogy nem tudom, hogy Egyed Ágnes azt hiszem már elment, de hát szóval a Füzéradványi történet az lényegesen derűsebb már így a dokumentumok, a képi dokumentumok szintjén. Gyakorlatilag egy nagy kudarc volt ez számomra, hogy nem tudtam nagyon jó fogódzót adni a helyreállítás belső építészeinek. Ráadásul, ahogy ez szokott lenni, miután a kutatást le kell zárni, mert hogy a tervezést is meg kell kezdeni, meg engedélyeket kell beszerezni az építkezésre. Egy évekkel később jutottam hozzá két fontos dokumentumhoz. Az egyik Károlyi Györgyné két végrendelete, ami egy helységleltárt is ad, tehát ebből valamilyen szinten lehetett volna rekonstruálni a kastély berendezését. Persze ez még a tervezéshez olyan nagyon sokat nem segített. A másik pedig Borosai Katalin kolléganőm teljesen véletlenül a lilafüredi palotaszálót kutatva, mert hogy ez akkor az erdő, a Földművelési Minisztérium erdőgazdálkodási részlegéhez tartozott érthető módon. Ennek kapcsán ott a lilafüredi palotaszálló tervezése, építése, engedélyezésével kapcsolatos dokumentumok között talált egy csomagot, ami a Parácsosvári kastély első világháború utáni átalakítását dokumentálja. Miért is történt ez az átalakítás, még egy fontos elemet nem mondtam el a kastély későbbi történetéből. 1903-ban meghalt Zicsi Karolina, de Károlyi Mihály eleve nem nagyon szeret parádon lenni, ezt tudjuk az emlékirataiból is. Egyáltalán vidéki élet egyáltalán nem vonza, vadászni se szeret, nőzni se, szóval ez teljesen már olyan vidéki arisztokrata módjára legalábbis. A rokonsága, hagyományosabban gondolkodó rokonsága nagyon rossz néven veszi mindezt tőle. Szóval egyáltalán ez a parád ez nem elég érdekes neki. A parádsasvár meg végképp nem. Ott nem is laknak, amikor Andrássy Katinkával összeházasodnak, a mézes heteket sem ott töltik, hanem a parádi Ingolkastélyban. És 1911 és 17 közötti időszakból van egy dokumentum Károlyi Mihály hagyatékában, a Politika Történeti Intézet levéltárában, ami arról szól, hogy két német úrnak adja bérbe a kastélyt, mint vadász kastélyt, annak teljes berendezésével. Sajnos természetesen helyiségleltár nem kapcsolódott ehhez a dokumentumhoz. 18-ban a háború végeztével román csapatok
környéket, az intézők leírásaiból tudjuk, hogy történik pusztítás, vázákra lövöldöznek a román tisztek, de hát ezt szinte a II. Világháborúból is nagyon jól ismerjük, ezeket a fajta történeteket. Majd Károly Mihály szerep, politikai szerepvállalása miatt a kormány hazárulónak nyilvánítja Károly Mihályt, és elkobozza birtokait, és ezek után még pontosan nem tisztázott módon valamilyen részben kormányügyülő, de nem olyan igazán elit, csak olyan középszintű kormányügyülő, gyermeküldetés is folyik, szóval erre vonatkozóan vannak dokumentumok a két világháború között. A háború után pedig, és ennek kapcsán azért történnek átalakítások, amik nem feltétlenül az épület előnyére szólnak. Ezekhez kapcsolódik a padlás, tehát a manzárdablakok kialakítása, amit aztán a II. Világháború után szótüdülő, gyermeküdülővé alakításkor, meg még gyengébb stílusban tovább folytatnak a tervezők. Hát miért, hogyan kell akkor elképzelni mégiscsak egy ilyen nagyon jól szituált grófnő, idős grófnő nyári lakhelyét. Ehhez vetítek itt egy olyan képet, ami a drapériákkal mégiscsak nagyon megdobja ezt a belsőt, de ez csak annak az érzékeltetésére mutatom, hogy attól még, hogy nincs lambéria, valamilyen más, nemesebb anyagból készült falburkolat, attól még a tapéta és a függönyök alkalmazásával is nagyon lakályossá, bensőségessé lehet tenni egy belső teret. Egy Viollet-Duc metszet 1873-ból, ami ráadásul még formájában is, már amennyire ez a metszetből látható, egy ilyen francia reneszánsz stílusú villát vagy házat Viollet-Duc mezonnak nevezi, tehát maradjunk a háznál, ami a kastély belső elrendezését azért mégiscsak illusztrálja, és ez a hát elszólt dokumentumokból Parácsásvárra is vonatkoztatható. Tehát, hogy a földszinti terek voltak a nyilvánosság terei, a szalon, az ebédlő, mármint a nagy ebédlő, téli kert, könyvtár, biliárdszoba, vagy szalonok, talán nem egy szalont kellene említeni. Az első emelet volt a család, tehát a házi úr, illetve feleségének lakosztályai, fürdőszobákkal, gyerekszobák, gardróbok, és a személyükhöz legközelebb álló személyzet szobáival, hogy mindig kéznél legyenek. És a második emeleten, Parácsásváron is, és itt a Viollet-Duc féle metszeten is, már a padlástérben, tehát a manzárd szinten, pedig részben a vendégszobák, tehát a család vendégei számára, illetve a tágabb személyzet számára találhatóak szobák. És akkor végre lássunk Györgyi Géza belső építészeti terveket. Ez itt egy kandalló fölötte tükörrel, és egy hasonló elrendezés, csak másfajta színezéssel és más részletmegoldásokkal. És hát nem tudom, hogy mennyire látszik ez a kandalló, de most akkor megint gondoljanak a Károly Mihály féle idézetre és kortársaira, akik ott mint ifjú és szentségtörő unokák a kandallóba fújják a cigarettafüstöt. Ehhez segít némileg ez a kép. 54-től biztosan lehet tudni, hogy a kastély szótüdülőként, gyereküdülőként használja, és végül is a szót tulajdonából privatizálják aztán a 90-es években, több kézen is megy át az épület.
és végül a Vómag RT, ami eléggé híressé vált, nem annyira pozitív címezettel, ez lett ennek a felújításnak az építetője. A kastély jelenlegi állapotáról szórólapokat, reklámokat sok helyen láthatnak. Tulajdonképpen a kastély külsejével nagyjából elégedett vagyok, ha a kert részletei nem is pont olyanok, mint amilyet lehetett volna itt rekonstruálni. A belső az arról egyszerűen nem is beszéljünk, ezt kell, hogy mondjam. A neo-historizmusnak, de itt talán neo-neo-historizmust kell mondani, valamilyen példája látható itt, ami azért nagyon szomorú, mert hogyha valaki ezeken a termeken végigjár, azt hiszem néhány minit önök közül már járt a kastélyban, akkor az eléggé nyilvánvaló, hogy itt pénz elegendő állt rendelkezésre, de talán valami más hiányzott. Nagyon lehetett, például az egy nagyon jó megoldás lett volna, hogyha történeti bútorokkal rendezik be ezeket a tereket. Itt ilyen historizáló jellegű, de most legyártott bútorokkal rendezték be a tereket. Hát olyan enyhén 70-es évek házasságkötő termei hangulat uralkodik a belsőben. Miközben ezt lerobbant historizáló bútorok vásárlásával és felújításával valamit vissza lehetett volna hozni abból a hangulatból, amit lehetett ebben a kastélyban. Úgyhogy ez egy kudarc, a belső leginkább, és hát sajnálom, hogy egy ilyen kicsit szomorú befejezéssel kell búcsúznom önöktől. Köszönöm szépen a figyelmet! Ugye az alkotótáborosok fotóztak ott, úgyhogy ha megkérhetjük, és figyelemmel kísérni, akkor esetleg a mami valami hozzá fűzi valója, mert akkor most Gyula kedves képek, hogy a karácsonyi képeket pörgessük gyorsan le. Kastélytúrára jelentkezett, kérem, ne menjen el sehova. Elnézést, ha nincs részvételi jegyük, nem tudnak felszállni a buszra. Úgyhogy bocsánat, én hátra megyek, és akkor kivételt teszünk. Jó, akkor folytatnánk tovább, és a sasvári képek jönnek most, és én ezt ide. Kép bal oldalán látható az a több
több periódus is látszik a kép bal oldalán. Az egyik az a nagy étterem bővítmény, amit az 50-es években csatoltak az épülethez. Azt kell, hogy mondjam, hogy az akkori színvonalon viszonylag tapintatosan, tehát terméskő lábazattal és többé-kevésbé illeszkedni próbáltak az épület már a korábban meglévő épülethez, amit most a kastély felújításakor egy 8 szögletű terasszal bővítettek ki, és itt kapott helyet a részben az étterem, illetve a fedett úszoda és szauna és egyéb ilyen vízi alkalmatosságok. A toronyból látható ez az udvar, a díszudvar, ami részben be van, alá van építve, erről tanúskodik az a két üvegpiramis. Nagyjából azt lehet mondani, hogy hasonló jellegű volt, tehát ilyen formális és egy központi nagy kerek virágágyás köré szerveződő volt az egykori historizáló díszkert is, de azért nem így nézett ki, csak hát mondjuk ilyen alap elemeiben felidézi az egykori díszkertet. A kastélyt pedig tágabb környezetében egy angol tájképi kert vettek körül, ami egy vadasparkba ment át. Hát nem véletlenül emlegettem a 10-es évek bérleti viszonyát, amikor vadászkastélyként béreltek itt német Károly Mihálytól. Gyönyörűek a kémények, egészen fantasztikus részletek maradtak meg. Ez nem a helyreállítás érdeme, hanem szerencsére így maradt ránk. A kép nem a szív alakú mesterséges tó miatt érdekes, hanem a kerti út mentén folyik egy patak, ami eleve elég festői jelleget ad a kastély környezetének. Ez pedig a tágabb. Háttérben a arádi üveggyár és környéke látható. Ez az étterem, abban a bizonyos 50-es években épített szárnyban. A díszudvar és a kép hátterében a főépület, tehát a lakóépület a legfőbb épülettől látható. Fölül étterem, ahol uszoda, díszkert. És a főhomlokzat. A torony sarkától nézve a 50-es évekbeli bővítmény. Itt jól érzékelhető, ha visszamegy az előbbire, köszönöm, az a három fő épülettömb, amit íből alakított ki. Tulajdonképpen az egykori fürdőház szárnyainak a részleges megszüntetésével. Tehát egy nagy összefüggő épület láncból kivágott két szakaszt, és így megmaradt a középső elem, a fő épületet jelentősen megnagyobbította, és a kép hátterében pedig ez a kiszolgáló épület rész. Itt látható a Károlyi címer. És ez az egyik, mondjuk a felső bejárat, a fő bejárat a kastélynak. A másik alulról vezet az egykori főkapuhoz.
nyilván a kert burkolatait lehetett volna másképp is megoldani, de hát az autó az nagyon sajnos, úgyhogy sok mindent áldoztak fel az autóparkolás céljára. Amit azért sajnálok, mert azért ez a kastélynak az egyik fő nézete, és gyakorlatilag nem lehet úgy fényképezni a kastélyt, hogy ne állna ott néhány autócsoda. Köszönjük szépen!